Súlykorlátozás az országos főúthálózaton, a 20 tonnát meghaladó tehergépkocsikat érinti a változás. Karácsonyi évzáró, évet értékelt a Városvédő Egyesület. Okostelefon tavfolyam, már az idősek is tudják használni a modern technikát. Köszöntöm Önöket, a Mosonmagyaróvári Városi Televízió híradóját látják. A Magyar Közút Nonprofit ZRT az országos főúthálózat több szakaszára vonatkozóan is súlykorlátozásokat vezetett be a 20 tonnás ösztömeget meghaladó tehergépkocsik esetében. Györmoson-Sopron megyében az M1-es autópályán 3 útszakaszt érint a változás. Az új útdíjrendszer bevezetése óta a főúti szakaszokon tapasztalható teherforgalom növekedésre és az ebből származó környezetterhelésre vonatkozó panaszok érkeztek a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz és a Magyar Közút Nonprofit ZRT-hez, a lakosság, az önkormányzatok, országgyűlési képviselők, valamint az ombudsman részéről. A főbb panasz, hogy megnőtt a tehergépjármű forgalom, ezáltal pedig a környezetterhelés is. Figyelembe kísértük, forgalomszámlálási adatokat vizsgáltunk, és ezek alapján tettünk javaslatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé a korlátozások bevezetésére. A minisztérium ezt a javaslatot jóváhagyta, és ennek következményeként kerültek jellemzően január 1-től bevezetésre a főutakon az ösztömegkorlátozások. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ az egyes főúti szakaszok forgalom korlátozására javaslatot terjesztett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elé, az indítványt pedig elfogadták. A korlátozás elsődleges célja a főutak átmenő forgalmának csökkentése, elterelése, valamint az itt élőket érő kedvezőtlen környezeti hatások mérséklése. A célja mindenképpen az, hogy a tranzitforgalom visszakerüljön az autópályákra, a gyorsforgalomutakra, hiszen azok eddig is épültek főként, és a főutak pedig maradjanak meg elsősorban a helyi úti célokra. Ezért azt lehet tudni, hogy az áruszállítása igény, ahogy jelentkezik ott a táblák, úgy töltek kijelzések kivéve áruszállítása kiegészítő táblába, illetve a helyi telephelyen rendelkezők pedig a megyei igazgatóságunktól tudnak behajtási engedélyt kérni, hogyha éppen nem áruszállítási céllal fuvaroznának. Tehát ezek éves engedélyek lesznek. A 20 tonnás súlykorlátozást tiltó táblákat az egyes számú főút Mosonmagyaróvári bevezető szakaszán is kihelyezett a Magyar Közút Nonprofit ZRT, így az egyes számú főút Győr felőli bevezető szakaszán sem közlekedhetnek már a 20 tonnás ösztömeget meghaladó tehergépkocsik. Karácsonyi évzáróját tartotta még az ünnepek előtt a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület. A jó hangulatú eseményen a hagyományokhoz híven értékelték az elmúlt évet, és a jövőbeni tervekről is szót ejtettek a szervezet tagjai. Jó hangulatú, hagyományos évzáró rendezvényünkre gyűltek össze a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület tagjai a Flash Központban december 13-án. A rendezvény elsődleges célja, hogy a szervezet vezetősége értékelje az új évet, és az új év terveivel is megismertesse a tagokat. Unger András, az Egyesület elnöke 2016-tól tölti be posztját a szervezet élén. Az évzáró ünnepségen pedig elmondta, az új vezetőség próbál új arcot adni az Egyesületnek, ennek érdekében kezdeményezéseket indítanak, de folytatják a korábbi munkákat is. Én úgy látom, hogy a tagságunkat sikerült stabilizálni. Kerekszámba fogalmazok, 200 fő ma a Városvédő Egyesület tagsága. Most néztük meg a fizetési morált, hogy úgy mondjam, 90%-a a 200 főnek be is fizette a tagdíjat. Tehát ami most nem is a pénzről beszélek, inkább a kötődésről, ami jelzi, hogy azok, akik ma nincsenek itt köztünk, azok is kötődnek ehhez az Egyesülethez. Az elnök évzáró beszédében hozzátette, a 2017-es évben több kezdeményezést is indítanak, és személy szerint úgy gondolja, hogy a mai történések felé többet kell nyitni az Egyesületnek. Mint fogalmazott, ennek első lépése volt, hogy korábban dr. Árva István polgármester is részt vett a szervezett fórumán, ahol jó keresztmetszetet mutatott a tagoknak arról, hogy mi a városvezetés elképzelése Mosonmagyaróvár jövőjét illetően. A közelmúltban folytatott megbeszélésünk eredményeként tovább fogjuk folytatni ezt a beszélgetést az Egyesület keretei között, most már bizonyos szükebb témákkal, így március 28-án a Mosonmagyaróvár közlekedésfejlesztésének a koncepciója fog napirendre kerülni, ami egy rettentő égető kérdés. Ez a koncepció elkészült, és azok a koncepció készítők, akik ezen dolgoztak, fogják itt
előadni az elképzeléseiket. Az elnök hozzáfűzte, az új kezdeményezések mellett a hagyományos rendezvényeket, programokat is megszervezik a jövőben. Ilyen például a Szent László napi ünnepség, amit 2017-ben, június 25-én tartanak majd. Szintén újdonság az Egyesület életében, hogy a fiatalabb generáció felé is nyitnának, ennek érdekében pedig a könyvtárral közösen a felső tagozatos diákok számára egy várostörténeti vetélkedőt szerveznek idén. A beszámoló után jó hangulatban ünnepelték meg az Egyesület tagjai a 2016-os évet. November elején zárult a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület szervezésében a harmadik okostelefon tanfolyam. A 30 órás elsősorban gyakorlati jellegű képzésen a résztvevők praktikus ismereteket szereztek Android rendszerű okostelefonjuk, táblagépük használatával kapcsolatban. Egyre több időskorú mosonmagyaróvári tudja, hogyan is működnek a mai okostelefonok és tabletek. A számukra elsőre szokatlan újdonság rengeteg lehetőséget rejt. Néhány bátor jelentkező pedig azt is vállalta, hogy mindez szakavatottabb emberektől megtanulja egy tanfolyam keretében. A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület már 3 alkalommal hirdette meg kurzusát. Onnan jött az ötlet, hogy felismertük, hogy sokan vannak, főleg az idősebb korosztályból, akik most találkoznak először okostelefonnal, vagy érdekli, ki akarja próbálni, unokától, gyermekétől megörökli, de igazából nyomógombos telefon után nem tudja, hogy kell használni. Mert végülis a régi nyomógombos telefonoknál egy jó terjedelmes használati utasítást kapott az ember, a mostani okostelefonoknál inkább csak egy papírt, hogy rakjuk be a kártyákat, meg hol kell megnyomni azt a gombot, amivel be tudjuk kapcsolni, és kész. A telefonáláson és az üzenetküldésen túl a résztvevők többek között megtanultak internetezni, e-mailt küldeni, GPS-t használni gyakorlatias formában. Ez utóbbi azért is fontos, mert az elméletet hamar el lehet felejteni, de ha a tanfolyam alatt begyakorolják a lépéseket, akkor már a jövőben is tudni fogják, hogyan kell használni az alkalmazásokat. Ebben a mostani tanfolyamban volt 3 közösségi szolgálatos diákunk, a Kossuth Lajos gimnáziumban, akik szinte nélkülözhetetlen segítséget nyújtottak, és nagyon nagy szerepük volt abban, hogy a tanfolyam gördülékenyen zajlott, ugyanis az annyiból más, mint egy számítástechnikai tanfolyam, hogy ott egy oktató megmutatja a kivetítőn, és mindenkinek ugyanaz a számítógépe van, csak le kell másolni. De viszont a okostelefon gyártóknak mindig, hogy máshogy néz ki a kezelőfelülete a telefonnak, máshol, ugyanúgy az egész, de mégis máshol van az a beállítás, az a funkció más néven van, és igazából ennek a sajátossága ez, hogy sok személyes foglalkozással jár, úgymond. A tanfolyamra az is bátran jelentkezhet, aki még sosem vett kezébe érintőképernyős eszközt, hiszen a 30 óra elegendő arra, hogy az alapoktól, gyakorlatilag a telefon bekapcsolásától elsajátítsunk mindent. A következő kurzus várhatóan januárban indul majd. A karácsonyi ünnepeket követően a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. Szervezetten gyűjti össze és szállítja el a város területén az erre kijelölt helyekről a díszeitől megfosztott karácsonyfákat. Mosonmagyaróváron a szelektív gyűjtőszigetek mellett lehet a fenyőket elhelyezni úgy, hogy ne akadályozzák sem a gyalogosokat, sem az úttesten a parkolást, illetve a gépkocsik forgalmát. A kijelölt helyeken január végéig van lehetőség a fenyőfák elhelyezésére. A fák hatékony feldolgozhatósága érdekében kérik a lakosságot, hogy a gyűjtőpontokon kizárólag a díszeitől teljesen megfosztott karácsonyfákat helyezzék el, oda más jellegű hulladékot ne rakjanak. Ahogy arról korábban beszámoltunk, január 3-án érkezett bejelentés arról, hogy Mosonmagyaróváron az egyik dohányboltban egy férfi késsel fenyegetőzve a bevételt követelte. A kiérkező rendőrök elfogták a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított 43 éves helyi férfit. A trafik munkatársának a rablás alatt sikerült megnyomnia a pánik gombot. A megyei napilap információi szerint a biztonsági szolgálat munkatársai gyorsan kiértek a helyszínre, azonban a gyanúsított meg sem próbálta elhagyni a helyszínt, nem viselkedett erőszakosan, maszkot sem vett fel. A lap értesülései szerint a férfinak nincs állása, nincs mit ennie és fázik, a börtönben azonban teljes ellátásban részesül, feltételezések szerint ezért kísérelhette meg a rablást.
A rendőrök B. Zsoltot előállították a Mosonmagyaróvári rendőrkapitányságra, ahol őrizetbevétele mellett rablásbüntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták. A férfi beismerte a bűncselekmény elkövetését. Röviden a hétvége időjárásáról. Az előrejelzések szerint marad a hideg. Szombaton zord időnk lesz, reggel akár mínusz 18 fokot is mérhetünk, délután pedig legjobb esetben is mindössze mínusz 4 fokot mutathat a hőmérő higanyszála, és a szél sem enyhül. Vasárnap napközben erősen megnövekszik a felhőzet, és havazás is várható délutántól egészen az esti órákig. Kedves nézőink, mai hírhátterünk vendége Bubla Zoltán, akivel Horváth Megyesi Kata beszélget. Ezután a Gázfröccs című magazint nézhetik meg. Hétvégén a Lajta Néptánc Együttes évzáró műsorának ismétlését vetítjük. Friss hírekkel legközelebb hétfőn 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is, kellemes hétvégét kívánunk, viszontlátásra!